Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma esti közös dharmabeszédünkön. Különleges öröm, hogy a tiszteletre méltó Omkárát üdvözölhetjük ma templomunkban, és meg is kérem, hogy a Patanjali jogaszutrái, illetve a nemes nyolcét ősvény tágabban a négy nemes igazság témájában nyissa meg a beszédünket. Om Namah Shivaya, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hál' Istennek sok ismerős arcot is látok, akik a korábbi találkozóinkon is itt voltak. Egy nagy tanítás az már akkor megtörtént, amikor jöttem befelé. Jó, belerúgtam a lépcsőbe, mert fölfelé néztem, és rögtön az jutott eszembe, hogy milyennek kell lenni egy jó tanítványnak. Egy jó tanítványnak mindig előre kell nézni, és nem fölfelé, mint nekem. Mert ha fölfelé nézel, mindig látod a célt, és akár pofára is eshetsz. Ha viszont lefelé nézel folyamatosan, akkor látod a következő lépést, de eltéveszted a célt. Úgyhogy én most ilyen céltévesztő voltam, mikor jöttem be, mert nem figyeltem a lábam elé, csak fölfelé néztem. Nem vagyok a buddhizmusban nagyon elmélyedett, úgyhogy inkább Patanjaliról beszélek, bár Buddha nagy szeretője és tisztelője vagyok. Úgy gondoltam, hogy a két világ, itt gondolok a négy nemes igazságra, illetve a nyolcrétű ösvényre, ahogy én ebbe próbáltam elmélyedni, azt láttam, hogy ez egy nagyon komoly, magas, emelkedett pszichológia. A jógaszutrák, amin mi nevelkedünk a Sivananda Yoga Központban, az úgy tűnik, hogy valami nagyon bonyolult, nagyon nehezen elsajátítható út, majd el is mondom mindjárt, hogy miért. Valójában azért hoztam el nektek, az egész jóga tudás ezen a néhány papíron ott van. 195 szutra, 4 fejezetben. Ezt Krisztus előtt körülbelül 400 évvel a nemes Patanjali szerkesztette össze egy egységes anyaggá, amit úgy hívnak ma India 6 filozófiája közül, hogy a jóga filozófia. Tehát 196 szutra alkotja a jóga filozófiát. Látszólag vannak benne testi kifejezések is, hiszen szerepel benne az ászana, szerepel benne a pranayama, de gyakorlatilag egy nagyon mély pszichológiai mű. Csak hogy gondoljunk bele, hogy több mint 2400 évvel ezelőtt hogyan gondolkoztak. Az, hogy mikor született a mű, természetesen pontosan nem tudjuk, mert egy emelkedett indiai vigyáz mindig arra, hogy véletlenül se kerüljön a neve a papírra, mert ha valamit elront, utána nem biztos, hogy szeretné vállalni. Nem úgy, mint most, ha egy könyvet veszünk, akkor látjuk, hogy ekkora a borító, a szerző neve ekkora, a cím már csak ekkora. Tehát az egók egy kicsit más arányban voltak abban az időben. Maguk a szutrák fülbesugásos alapján, fülbesugásos módszerrel tanítottak, és egyszer csak nagyon boldog lett a világ, mert megjelent a szanszkrit írás, többek között a Devanagari, amiben ezt rögzítették, és mindenki boldog volt, hogy végre megszűnt a kiválasztottaknak a tudása, hiszen mindenki, aki tud olvasni, hozzáférhet a jógaszutrákhoz. De aztán lett egy kis baj. Kiderült, hogy senki nem értette a szutrákat, kivéve egy-két ember. Erre aztán megkérték a bölcs Vyászát, hogy ehhez a 195 szutrához írjon egy kommentárt. A bölcs Vyásza segítőkész volt, mint mindig, és megírta a kommentárt. Később kiderült, hogy a kommentárt sem értik. Ezért aztán a bölcs Vacsaszpáti Misra írt egy kommentárt Vyásza kommentárja mellé, és így került az emberek számára, a kiválasztottak számára elérhetővé a jógaszutra. Nem szeretnék hosszan beszélni róla, inkább várom majd a kérdéseket, hiszen hosszú évek óta most már a haladó jogaoktatók képzésünkön megjelent ez a tanítás,
egy nagyon emelkedett Sivananda tanítványnak a könyvében, Swami Jyotirmayanandánál, aki külön engedélyt adott arra, hogy Magyarországon ezt kizárólag a kurzuson taníthassuk. Nézzük meg, hogyan gondolkodtak ezelőtt 2400 évvel. Az első gondolat az az volt, hogy a tudást oda kell adni annak, aki megérett rá. A második, magánál a fejezet szerkesztésnél négy fejezetre osztották ezeket a szutrákat. Az első fejezetnek az a neve, hogy Samadhi Pada. Ugye ez a szamádi szó az azt jelenti, hogy a hagyományos tudatállapotok fölötti állapot. Nem megváltozott tudatállapot, az akkor van, amikor a pálinkát megittad. A megváltozott tudatállapot akkor van, amikor az első heroin adagot kipróbáltad. Ez más a szamádi. A tudatnak egy nagyon különlegesen tágult állapota, és úgy gondolta Patanjali valószínűleg, hogy aki megértette azt, hogy mi az, hogy szamádi, az megpróbálkozik majd azzal, hogy hogyan lehet ezt megélni, megtapasztalni. Így a második fejezetnek a neve Sadhana Pada, azaz a jóga gyakorlásról, az önkiteljesedésről szóló fejezet. Itt szépen technikákat írnak le, amire a ma este is fókuszálódik a jóga 8 lépcsőjére, vagy Patanjali által meghatározott Ashtanga jógára, ez a szanszkrit 8-ból származik, az anga az ágot jelent, az asta az vonatkozik a 8-ra. Ez a 8-as felosztás írja le, hogy milyen lépcsői vannak a jóga tudás átvételének, és hogyan kell azt gyakorolni. De nagyon érdekes ebbe a 8 lépcsőből, gyorsan soroljam őket fölfelé, az elsőket úgy hívják, hogy jamák, a második ezek a olyan dolgok, mint ahimsa, nem ártás. Nem ahimsa, ahimsa, szanszkritul. Angolul ahimsa. Tehát ahimsa, nem ártás, szatya, igazmondás, brahmacharya, a szexuális energiák átszublimálása, átfinomítása élethelyzettől függően. Ezt követi az asztéja, lopás elkerülése. Ezt követi a aparigraha, a felesleges vagyongyűjtés elkerülése. Majd jön a következő lépcső, a niyama. Niyamák közé szintén öt tartozik, és ez biztos minden buddhista tanítványnak ismerősek ezek a kifejezések, legalábbis a gyakorlás szempontjából. Ezek közé tartozik az első, a belső és külső tisztaság. Test ne csak kívülről legyen tiszta, hanem belülről is méregtelenített legyen. A második, a szantósa, az elégedettség elsajátítása és betartása. A harmadik, a tapasz, az aszkézis. Aki nem tudja, hogy mit jelent az aszkézis, az még nem volt benn itt a teremben 8 órán keresztül meditálni valószínű. Tehát aszkézis mindenkinek más jelent. Aki napi 4 doboz cigit szív el, annak az aszkézis, amikor csak 2 doboz szívhat el. Tehát mindenkinek mást és mást jelent. Mesterünk Swami Sivananda például, az utolsó időszakában, mielőtt kiteljesedett, napi 14-16 órát meditált egyhuzamba. És gondoljuk végig, én sajnos 5 óránál tovább nem tudtam meditálni, soha egy ülésből egyszerre. De nem szenvedtem tőle. Ha folytatjuk gyorsan tovább a tapaszt, az aszkézist, akkor jön a következő, a szentírásoknak, vagy spirituális írásoknak a tanulmányozása, ez a svadhyája. Tulajdonképpen, amikor kifelé megyünk, elmegyünk Salzburgba, akkor megnézzük előtte a térképet, vagy a GPS-t. Ha befelé megyünk, ahhoz is úti könyv kell, mert a befelé vezető úthoz is nagy segítség a térkép. Ez biztosítja a svadhyája. Az utolsó ezek közül az Ishvara Pranidhana.
Ez egy nagyon nehezen értelmezhető mondat, vagy szó összetétel, ugyanis ez nem más, mint a teljes önátadás a felsőrendű énünknek, körülbelül olyan, mint a mi atyánkban a legyen meg a te akaratod. Azaz az egót föladom azért, hogy a tiszta énem kifejthesse a tevékenységét. Tehát már megvoltak a jamák, niyamák, és a jamák közül is a legeslegfontosabb az ahinsa, ahogy szanszkritul mondják, ahinsa paramo dharma. A nem ártás a legfőbb törvény. Gondolom ez is ismerős nagyon sokunk számára. Folytatva a következő lépcsőt, már a harmadik lépcsőnk jön, ez pedig nem más, mint az ászana. Ászana alatt nem a rengeteg kitartott testhelyzetet érti Patanjali, hanem ászana alatt érti azt a testhelyzetet, amit könnyedén, lazán, de egyenesen tartva egy jamáig ki tudsz tartani, azaz 3 óráig. Tehát akkor ászanáztál először a szutrák értelmébe, amikor ez a 3 óra megvalósult. De 1 perccel szoktuk kezdeni a jogaközpontban, és nem 3 órával. A következő elem a pranayama, a légzésgyakorlat. A légzésgyakorlatnak is 2 funkciója van, és az első funkciója nem az, hogy életenergiát adjon. A pranayamának az elsődleges feladata az, hogy aki elmekontrollt akar gyakorolni, az először is tanuljon meg pranayamát, ugyanis a légzés és a gondolatok áramlása, azaz az elme működése kényszerkapcsolatban van. Akinek nyugodt a légzése, annak nyugodt az elméje. Sokkal nehezebb a gondolatokat megszelídíteni, sokkal nehezebb a gondolatokat megszelídíteni, és sokkal könnyebb a légzést megszelídíteni. Ha akármelyikőtök most beleszív egy jó mélyet az órán keresztül, rögtön kiderül, hogy nem egyformán szelel az orjuk. Ki az, akinek most a jobb orjuk a szelel jobban? 1 fő, 2, 3, 4, 5. Ki az, akinek a bal? Úgy látom, van, akinek egyik se. Nem baj, ez mind azt jelzi, ha a jobb orjukad aktívabb, akkor a bal agyféltekéd aktívabb. Azaz nagyon jó számolsz, nagyon jó szorzol, osztol, de nem tudsz egy verset megírni. Ha viszont a bal orjuk aktívabb, akkor viszont a jobb agyfélteke válik aktívabbá. Mindezt nagyon szépen ki lehet egyenlíteni, és ez a pranayama elsődleges feladata. A másodlagos feladata pedig az, amit ti is ismertek, vagy sokan ismernek, nem más, mint az életenergiának a megnövelése a szervezetben. Ha tovább megyünk, a következő egy igen nehéz gyakorlat, amit úgy hívnak, hogy pratyahára. A pratyahára nem más, mint az érzékek visszavonása a külvilágról. Olyan, mintha a füled és a külvilág között elvágnánk a drótot, olyan, mintha a tapintásod és a elméd közötti drótot elvágnánk, tehát az összes érzékszervet megtanulod kikapcsolni. Nem egy könnyű feladat, egyszer megkérdeztünk egy indiai mestert, hogy mondja meg, hogy lehet ezt a legjobban gyakorolni. Azt mondta, hogy képzeld el, hogy 500 eurósokat számolsz, és ha tévedsz, azt neked kell megfizetni. Utána rögtön létrejön a pratyahára is számodra. És nagyon érdekes, hogy ezzel be is fejeződik a második fejezete a szutráknak, nem folytatja tovább. Azaz a szádana páda, a gyakorlás fejezete a második fejezetbe is fejeződik. Ekkor indul el a harmadik fejezet, az úgynevezett vibuti páda. A vibuti páda magyar fordítása a különleges képességek, a benned felébredő nagy erők. Ezzel már el is mondtunk mindent, hiszen az utolsó 3 tartozik a 8-ból ebbe a kategóriába, nevezetesen a koncentráció,
a meditáció és a 7 különböző szamádi. És persze mindenki mondja, hogy itt már mindnyájan meditálunk állandóan. A meditációnak és a koncentrációnak is megvan a maga definíciója, ami nem biztos, hogy a buddhista rendszerbe szó szerint megegyezik, de mind a kettő ettől függetlenül jó lehet. A Kurma Purána szanszkrit írás úgy fogalmazza meg, hogy akkor koncentrál valaki, ha képes az elméjét egy pontra úgy fixálni, hogy semmilyen más zavaró jel nem jelenhet meg. Ez a teljes ekagráta, azaz egyhegyű, fókuszált elmeállapot. 12 másodpercig lehunyod a szemed, mondod a mantrádat, és ha észreveszed, hogy esik az eső, akkor vége a koncentrációnak. Ha észreveszed, hogy hideg van, meleg van, vége a koncentrációnak. Ennek az elmélyültebb változata a koncentrációnak a dharana, bocsánat, ez volt a koncentráció, volt a dharana, a dhyana, a meditáció, amely azt feltételezi, hogy 12x12 másodpercig, azaz 1 perc 44 másodpercig képes vagy ezt a fókuszált állapotot fenntartani. Ha nem, akkor még legalábbis e szerint még nem meditáltál soha az életedbe, csak kísérleteket tettél, illetve leültél velem együtt meditálni, vagy a tanítóddal. Maga a szamádi az már legalább ezt az egyhegyű állapotot fél órán keresztül várja el körülbelül fenntartani, ha valaki jól szoroz, akkor 12x12x12 másodpercig. Maga a szamádikat 7 szintre osztják fel, ami semmi más, mint egy utazás a durva fizikai síktól egészen az elme legfinomabb síkjáig, és amikor valaki képes az elme legfinomabb síkját is uralma alatt tartani, akkor lép tovább az úgynevezett Asamprajñata szamádihoz, amikor túllép a tér és az idő, túllép az elmevilág korlátain, túllép az okokozat birodalmán, hazaért abba az állapotba, amit körülbelül buddhaságnak lehetne nevezni a buddhista kategóriában, a felébredett állapotba, amikor felébredtél az elme birodalmából, kidugtad a fejed a téridő rabságából, és rájöttél, hogy mindig is szabad voltál, csak az elme birodalma által létrehozott tudati fátyolok akadályozták meg ezt a felismerést. Örömteli állapot ez? Hát azért így, ahogy elmondom, nem biztos, hogy mindenki szeretné ezt. De ha végig gondoljuk azt, hogy mennyire is félünk mi a haláltól, és ettől megszabadulsz, mert tudod, hogy magad időtlen vagy. Belépsz a minden tudás forrásához, a tiszta tudathoz, és ami a legfontosabb, mind a 8 milliárd ember boldog szeretne lenni. Mind a 8 milliárd embernek a többsége ezt a boldogságot kint keresi az érzéki világban. És egyikünket se zavar, hogy senki nem találja meg. Mindenki írja az önigazolást. Boldog vagyok, mert van gyerekem, boldog vagyok, van autóm, boldog vagyok, mert van házam, hagyd ne soroljam az összes boldogság forrást. Igen, mennyi ideig? Hol van az időtlenség boldogsága, és az a pár perces, vagy pár hetes, vagy pár hónapos boldogság, amit az érzékeken keresztül tapasztalunk meg. Röviden Dióhéjban így néznek ki a szutrák, és ahogy a negyedik fejezet 34-es szutrája befejezi, azt mondja, hogy ekkor az anyagvilág 3 gúnája befejezte feladatát, hiszen a jógi teljesítette az utat, és visszahúzódik a forrásba, és ami megmarad, az nem más, mint a te tiszta
tudatod. Itt vetődik föl még egy kérdés, ami előttünk is meg szokott fogalmazódni, hogy mi a francot keresünk itt a Földön. Erre a második fejezet 18-as szutrája adja meg a választ. Először gyűjtsünk tapasztalatokat. Lássuk be azt, hogy az érzéki megtapasztalások végesek, lássuk be, hogy a testünk véges, és ha mindezt beláttuk, akkor induljon el egy önkiteljesedésre irányuló folyamat, és ekkor szoktak az emberek valamilyen spirituális irányzatot követni, buddhizmust, jógát, és a világon még számtalan, általam esetleg nem ismert módszer is van. Ha van valakinek kérdése, majd ha eljön az ideje, szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönjük. Szeretnék a bevezetőz annyiban csatlakozni, hogy hát a jógával úgy tinédzser koromban ismerkedtem egy kicsit, de hatalmas hiányom az volt, hogy nem találkoztam olyan mesterrel, mint Omkara, vagy pedig az ő mesterével. Tehát nem volt vonal, nem volt hagyományvonal, ahol 5 évig gyakorolhattam volna. Egy jó barátom tanított hatha jógát, és úgy éreztem később visszatekintve, hogy a jámát és a niámát azt elég jól tudtam tartani, egy-két kivételtől eltekintve. Megtanultuk könyvből, és így egymás segítségével az ászanát, pranajámát, és ott meg is állt a dolog. És sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy egyáltalán a zen útján így kitekintve a jógát valahogy rokonnak lássam, mert a két hatalmas kultúrkör az nem csak a Himalája által van elválasztva, hanem nagyon sok egyéb által is. És amikor először a Nirodáról olvastam, akkor úgy megcsapott egy kicsit, hogy ja, hogy ez a nem gondolkodás? Akkor ez valami olyasmi, mint a Sung San Suu Kyi féle Only Don't Know, akkor hol találkozik ez? És akkor az ember megtudja, hogy a zen az valójában csan volt, az előtt csanna, az előtt gyána, és a gyánát már ugye hallottátok, hogy az astangának a 7. foka. Szemléletében a zen annyiban más, hogy fellövi a háztetőt az égbe, és aláépíted a házat. Tehát rögtön azzal kezdi, hogy ami jön és megy, az nem fontos, ami látja ezt a jövést és menést, az a fontos. Tehát ilyen balta ékszerű egyszerűséggel, zéró rendszerrel alapigazságokat mutat ki úgy, hogy felvállalja a kockázatot, hogy ezt te nem érted. És hogyha föllötte a háztetőt az égre, akkor folyamatos erőfeszítéssel fönn kell tartani, amíg az épület alá nem épül, és a tapasztalataid a rendszert azt oda nem teremtik. Oda nem teremtik életvitellel, tapasztalással, átadással, és akkor van valami stabil, ami ebből a világból indul, fölfelé nő, és megcsillan rajta a napfény. Az indiai kultúrkört annyiban látom másnak, hogy sokkal fokozatosabban kezd, az alapokkal kezdi. Kiépíti a rendszert, a palota első emeletét, második emeletét, harmadik emeletét, és így szépen fölfelé, nagyon szisztematikusan, világosan. És akkor egyszer csak, amikor a guru azt mondja, hogy te is, fiam vagy lányom, akkor rajta van a tető. Mind a két közelítésnek megvannak a hátrányai és az előnyei. A fokozatosnak az az előnye, hogy látszólag kevesebbet buksz. De a hátránya az, hogy annyira jól csináljuk, hogy újabb és újabb szárnyakat építünk a palotára, újabb és újabb emeletet húzunk az előzőre, és még mindig nincs rajta a tető. Tovább tanulunk, tovább dolgozunk, technikák ezrei, de a szentséges Niroda állapotát nem értük el. A tetőnél, amit a zen föllő, hogy ebben a pillanatban vágd el a gondolkodást, a veszélye az, hogy te csak a tetőt akarod 200 méter magasan megtartani, te nem akarod aláépíteni szépen alázattal, szisztematikus munkával az épületet, és amikor kifogy a szél, ami fújja a tetőt, hogy fönnmaradjon, felhajtó erő, hogy összeoblik az állvány, amit nem tettem alá, mert mindig csak gyakoroltam, de az életemmel nem hoztam kapcsolatba, akkor leesik a tető, és összetörik a földön. Ha ezeket a hibákat elkerülöd,
akkor látod azt, hogy bárhonnan közelítesz, az a te saját szűrőiden keresztül fog jónak vagy rossznak látszani. Kellemesnek vagy kellemetlennek, kivihetőnek vagy kivihetetlennek. A mostani dharma beszédre készülvén én is beleolvastam, sőt átolvastam a Yoga Sutrákat, és mélységes tisztelettel hallok meg Patanjali, a 10 000 fejű kígyó, és az összes többi kommentátor, mint Vyasa, később Shankara, később más nagy jogik, akik megpróbálták elérhetőbbé tenni a tudást, de elérhetőbbé tették-e a kommentárokkal? Tehát ha nem gyakorolsz és nem tapasztalsz, akkor olvashatsz akármennyi kommentárt, megmaradsz a gondolkodó tudat állapotában, a jnana vagy jnana állapotában, amely jó esetben az ékagráig, az egyhegyűségig rendez, de gyakorlás nélkül az sincs meg. Maga a Patanjali féle életmű az arany fél évezredbe esik bele. Tehát Shakyamuni az Krisztus előtt 565 környéke, 100-150 év jött Patanjali, még egy kicsi jött Konfucius, Lao Tse, Jézus, és ezzel lezárul ez az elképesztő fél évezred, azért Szokratész Krisztus előtt 400 környékről ne felejtsük ki, mert azért nyugaton ő is nagyon ott volt a szeren, és ezzel a paradigma teremtők úgy elfogytak. Utána már változtattuk, fejlesztettük, összevontuk, lásd taoizmus, buddhizmus, konfucianizmus, és a buddhizmusnak az egyéb változata épp a Vajrayana és Theravada. És nagyot mosolyogtam, amikor ugye a mitikus kezdés az úgy indul, hogy Ananta kihallgatja Sivának a tanítását, amit Umának a feleségének adott. És innen indul a Patanjali féle inkarnáció, mert Ananta ugye bevallotta, amikor Siva így rákérdezett, hogy mit csináltál? Hát sajnos kihallgattam. És hát Siva azt mondja Anantának, hogy hát akkor legyél szíves az embereknek elvinni a tudást. Ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy Buddha nem akar tanítani azután, hogy ő elérte a felébredést, hanem a Tushita mennyországból Brahmán lejön, és azt mondja, hogy hát legyél szíves tanítani, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Tehát felkérésre tanítanak. Nem azért, mert ők egyszer csak így kattantak, és elkezdtek írni, vagy beszélni. Tehát nem egy önjelölt társaságról van szó. És innentől kezdve Ananta bemegy az emberek közé, ezek meg hanyat homlok rohannak el. Mai napig vannak olyan murtik, Magyarországon láttam olyat, hogy van egy gyönyörű ilyen ülő szobor, így, de innentől fölfelé ilyen kobra fejek. Sok. És nekem ez nagyon tetszett. Hát nem kell emberbe végződnie. Jók a nágák is. Nincs semmi baj ezzel. Az isteni nágák kirfli kurfliai, az a szanszkrit írás, hogy hallottad, a Devanagari. Oké? Okay? És amikor ezt látta Ananta, akkor azt mondta az Úr Sivának, hogy hát sajnos ez így nem megy, én szeretném csinálni a dolgomat, de jobb lenne egy emberi test. Hát mit évők legyünk? És akkor vette föl az emberi testet, és akkor őt Patanjalinak hívták, és átadta ezt a tudást, amit Sivától így közvetetten megkapott. Engem megdöbbent az, hogy mennyire bízik Patanjali az emberben. Tehát, hogy a szádanapáda szerintem elsőre kellett volna, hogy jöjjön. És a szamádipádával kezdi. Tehát a gyümölcs oldallal kezdi. Miért? Azért, hogy motiváljon. Tehát hiszi azt, hogy ha ezt írja először, akkor te elvégzed a szádanát. Nagyon fontos az irányvétel és a motiváció, de ekkorát tenni az asztalra, az üres asztalra, ami a szamádipádában benne van, nagyon nagy merészség és nagyon nagy kockázat. Ha szigorúak vagyunk, megnézed az első három verset, úgy indul, elindul a jóga tanításának kifejtése. Második, jógás, citta, vritti, niroda. És a harmadiknak már mondhatta volna, hogy itt végződött a jóga tanításainak kifejtése. A többit gyakorlattal sajátítsd el, nem mondom meg.
De el kellett mondani, mert ez a fél évezred, amit említettem, az emberi tudás kikristályosodásának vagy csomósodásának volt az ideje. Egy olyan hanyatlás, amikor nem csak ezek a paradigmateremtők éltek, hanem Xerxész is, a Nagy Sárga úr is, a Római Birodalom első fél évezrede, tehát dübörgött az a civilizáció keleten és nyugaton, amíg az emberi társadalmat elvitte egy eddig nem látott dimenzióba, és lerontotta azt a forrást, azt a tudást, amit addig szóbeliség nélkül őriztek. Így nézd. Ezért kellett leírni. Már a leírás maga minőségvesztés. De le kellett írni, mert még nagyobb lett volna a veszteség, ha nem teszik meg. Ami számomra az epizodikus és nem rendszerszerű tanításban mindig szimpatikus, hogy rád bízza, hogy a tapasztalatod és tudatszinted mértékében hogyan töltöd ki a réseket. Tehát ez a fajta tömör szútraszerű tanítás, amelyben nagyon sok logika van, de rendszert nem épít, hasonló a koanokhoz. Nem annyira paradox, és nem annyira használhatatlan, mint egy-egy történet a gyűjteményünkben. Egyébként használható, csak nem ugyanerre. Hanem épít egy olyan utat, amin keresztül te tényleg magasabb tudatállapotokat tapasztalhatsz meg. A Vibhuti Páda az tartalmaz egy kulcs szót, ami számomra az Zen gyakorlatban is, mint tárgyas és tárgyatlan meditáció megfogalmazódott. Az, hogy megszabadulás irányú, vagy pedig tárgyas a meditációd. És itt a szamádinak több fajtáját elkülöníti, de amíg a gyánában a koncentráció tárgya, dárana, az elmélyedés felé áramlik, szamádi, ezt hívja szamjámának, addig egy ilyen lézersugárszerű kontinuumban megy az energiád, a figyelmet. Tehát az energia és az információ egyben van, ezt a felső hármat tessék így egy irányban elképzelni, dárana, gyána, szamádi. Mi a különbség? Számomra, és itt bátran merek hibázni, mert hogyha tényleg nagyon rosszat mondok, megyek mosogatni az ásramba. Hiány van. Megyek. Tehát az énségnek a foka. Tehát a dáranánál még elkülönülsz a koncentráció tárgyától, a gyána szó szerint egyévválás, zenesek, amikor a csepp visszatér az óceánba, és a szamádi az, amikor a csepp az óceánnál válik, és a szamádiban az én foka nulla. A dáranában még különáll az alany és a tárgy, és a feloldódás mozzanata a gyána. Tehát ha nem fordítod az energiádat befelé, pratyahára, ha nem veszel föl egy világos belső koncentrációs pontot, dárana, és nem mélyülsz el ebben az én feloldásával, gyána, akkor nem éred el a szamádit, ami a világgal való teljes egyévválás, azaz az átman tapasztalata. És hogyha az átmant nem tapasztalod, ami buddhistául tényleg anátman, akkor a nem név, nem forma nem lesz a tiéd. Pedig eredetileg az vagyunk. Eredetileg nem ez az avatár, vagy ezt üzemelteted. De hogyha az átmant nem tapasztalod, akkor a niróda állapota nem lesz tartós. Emlékezz a tető és palota hasonlatra. Tehát a niróda, mint a felfüggesztett elme, szakszóval gondolkodástól mentes tudat, annak eredetileg nincs minősége, mert nincsen semmilyen érzékszervi tartalma, vagy tapasztalható tulajdonsága. Zenesen, kicsit merészen párosítva, azt mondhatnám, hogy tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, de ez nem ez a háromdimenziós tér, ezt így mondanám. Tehát ezt az ürességet szokták tiszta térnek nevezni, nehogy a nyugat nihilizmusba zuhanjon. És amikor a gondolkodástól mentes tudat egyetlen egy tárgyat fölvesz, akkor a nirodából lesz az ékagra. Egyhegyű, de már ugyanúgy elkülönül, hogy az alany koncentrál a tárgyra egyhegyűen. És amikor szétszóródik, mert több tárgyat választ, mint amit a tudat tere be tudna fogadni, ez lesz a viksipta, a szétszóródott állapot. És a szétszóródott állapot olyan, mint amikor a kis majom itt pálmafáról pálmafára ugrándozik, egyen nem tud megmaradni, és egyikről sem tud kókuszdiót szedni, mert nem türelmes.
Tehát a szétszórt elmeállapot, a nullákra és egyekre szétütött elme, az a vígsipta a négyzeten, a köbön, a raklappal jövő felesleges információ, eldobható lett a tudás, ezért eldobható lett az elme is, amelyik ezt hordozza. És a legszörnyűbb, hogy már akkor is tudták, hogy van a mániákus tudatállapot, a muda. És ez a mánia az, amikor ebből a káoszból egyszer csak a szenvedély, az egoitás egy darabja, egy fixa ideát, egy dogmát legyárt, és azt kitűzi, és mögötte ott van a teljes káosz, a teljes zavar. De ezzel a szenvedéllyel, őrülettel, a muda tudatállapottal, ezzel viszi előre az energiáját, ki tudja hova. És itt elérkeztünk a szenvedés okához, négy nemes igazság másodika, ahol ugyanaz a pont jelöltetik, mint a Patanjali Yoga Sutrákban, ezt úgy hívják, hogy avidyá, a nem látás. Ezt nagyon sokan nem tudásnak fordítják, és én itt ezt oldanám azzal, hogy igen, van egy alacsony szintű avidyá, amikor információ hiányban szenvedsz, de ez manapság egyre kevésbé jellemző. Az avidyá általában a túl sok gondolat. Azok a hamis azonosulások, amelyek a tükrödet használhatatlanná teszik, torzzá, törötté, csomóssá, mert a kényszerű azonosulás letakarja ezt a tükröt. Tehát minél több ilyen dualisztikus vritti elmehullám van a tudatodban, annál valószínűbb, hogy egy mag kialakul, és az azonosulás elkezd jót és rosszat gyártani, és a fordítottja is igaz, a jó és rossz létrehozásából kialakul az azonosulás. Ameddig csak színuszgörbeid vannak, a dolgok jönnek és mennek. Színuszgörbe öblibe beraksz egy én magot, kialakul a kör. Az egómag körüli jelenségeknek a köre, mint a Szaturnusz körül a gyűrű. És ez a sorsod. Ekkor a tudattalanodban kialakulnak a vrittikből a szanszkárák, vagy más szóval klésák, és ezek a szennyeződések a tudattalanodban archetipikus valóságot hoznak létre, ezek pedig rávetülnek a mindennapi tevékenységedre, tehát nem látsz tisztán, nem hallasz tisztán, nem gondolkozz tisztán, nem érzel tisztán. Akár a jogának a szisztematikus útját, vagy a zennek a hirtelen és utána építkező tapasztalati útját választod, a karma tisztításáról nem lehet lemondani. Egyszerűen azért nem, mert mi lélekben és testben karmából vagyunk összerakva. Ok és okozati viszonyoknak a szilárdulása, a csomósodása ez. A test és a lélek. Ha nagyon sűrű csomós, akkor tamasz, kicsikét tüzesebb, oldhatóbb, akkor rajasz, azért a negatív rajasz és a pozitív rajasz között azért van különbség, és a nagyon légies a szatva. És a szatva tudja úgy az intellektusát üzemeltetni, hogyha kellően tapasztalta ezt a niróda állapotot, akkor a buddhi, az intellektus, az már az önvaló nagyköveteként működik, és nem pusztán gondolkodó gépezetként. Tehát nem az észt akarja a trón tetejére tenni. Hanem van valami a tetején, ami nem az ész, de az ész ezt szolgálja. Ezért csak tapasztalatból és a nem tudhatóból, azaz a niróda szentséges állapotából lehet érvényes kijelentéseket tenni az emberre, és a valóságra, és ezt kívánom, hogy minél többen közösen tapasztaljuk. Én itt szeretnék a saját bevezetőmnek véget vetni, és szeretném a kérdéseket fogadni Omkára és magam felé. Ugye említettétek az egyhegyűséget, és amikor egyhegyű az elme, akkor ezt hogy lehet elképzelni, hogy nem jön egy gondolat se, vagy jönnek gondolatok, csak egyikkel sem azonosul. Tehát mögötte ott az intuitív megértés, hogy nem saját gondolat, hanem csak egy korábbi azonosulás mondjuk. Talán ennek az egész lépcsőzetnek, amiről itt a Csongan Szunim is beszélt, az önfejlődésünkben azokon az állomásokon kell az egyhegyűségig eljutni, ami kísérőtársunk az életben. Az egész indiai kultúrkör ebből az anyagvilág, a meg nem nyilvánult anyagvilágot úgy hívjuk, hogy prakriti. Ez a prakriti, vagy mája fájtla, három fonálból áll össze, az, ahogy hallottuk, a tamasz, a rajasz és a szatva. A tamasz az a tunyaság, sötétség, eltévejedés, stb.
a rajasz a mozgékonyság, változás, és a szatva a tiszta, a világosság, de még mindig a szatva is az anyagvilághoz tartozik. Gyorsan mondom, az egész utunk itt a Földön semmi másról nem szól, mint elkezdjük csökkenteni a tunyaságot, sötétséget az elménkbe, hiszen az elménk építi fel a testet is. Akinek tamaszikus a tudata, annak a teste is egy idő után az lesz. Tehát elindulsz a tamasz felől, ahogy mondta, az úgynevezett legsötétebb mutha elmeállapotból, onnan lépsz tovább, amikor már megjelenik benned a rajasz, és elindul a szatva felé, megjelenik az úgynevezett ksipta. Ksiptából van 7 milliárd ember, akinek totálisan szét van szórodva az elméje, és nem tud semmire se használni, mert állandóan ugrál, mint ahogy hallottuk, mint a majom egyik fáról a másikra, és nem tudsz így dolgozni. 40 évig repültem pilótaként, most képzeld, egy pilóta éppen a kedvesére gondol, miközben le kéne ködbe szállni. Ott meg kattognak a vezényszagok, hogy futómű, kiengedni, fékszány, leengedni, stb., kiengedni, stb. Hát ha az illető ott elvarázsolja magát, akkor 300 halottot lesz egy percen belül. Tehát ez a ksipta, ez a szétszórodott ember, aki nyomogatja a mobilját 24 órán keresztül, és szétbombázza az elméjét, és boldogtalanná teszi saját magát. Gyorsan megyek tovább. Utána hallottuk a viksiptát. Ez a viksipta, amikor még tovább növekszik az elmédben, jóga gyakorlás vagy zen gyakorlás révén a fókuszáltság, és a szatva növekedésével időnként nagyon tiszta állapotaid vannak, nagyon boldog vagy, micsoda megéléseim vannak, következő fánál meg neki mész a fának, mert ismét szétszórodsz. Tehát ez az én életemnek is része, hogy egyszer, ó, uram, már hazaértem, másnapot vagyok a romjaimba. Ez a tipikus gyakorló embernek az elméje. És most jön, amit kérdeztél. Az ekagra, vagy ekagráta, ez a szanszkrit eka egy szóból tevődik össze, az elmédben vannak olyan benyomások, amelyek egyszerűen fókuszáltan tartanak téged, és ez a fókuszált állapot abból fakad, hogy egyre kevesebb kötődésed van a világ dolgaihoz, magyarul az egész megvilágosodási folyamat nem más, mint fokozatosan elengedni a földi kötődéseidet, hiszen a játék vége pont az, hogy megtaláld a legnagyobbat, a legboldogabbat, és nem odakin, hanem ideben. Ez az ekágráta egy olyan állapot, amikor még szükség van arra, hogy te erőt vegyél magadon, és úgy fókuszáljál. Amikor már ezt tudtad teljesíteni, itt már borzasztó nagy szatva van az elmédben, mert nem zavarják a kötődéseid, a vágyaid. És amikor túllépsz ezen az úgynevezett ekágráta állapoton, egyszer csak azt tapasztalod meg, ezt úgy hívják, hogy para vairagya, a leges, legmagasabb kötődésmentesség, amikor már semmi kötődésed nincs az anyagvilág dolgaihoz, ami azt jelenti, hogy szereted a gyerekedet, férjedet, feleségedet, mindenkit elfogadsz, de nem kötődsz hozzá. Ha jön, jön, ha megy, megy. Nem tartasz semmiféle szükségtelen madzagot magadban. És amikor ez átmegy ebbe az úgynevezett nirodha állapotban, ami a megvilágosodott mestereknek az állapota, akkor ez az egyhegyűség ugyanúgy fennmarad, csak már nem kell erőfeszítést tenned. Tehát ez a különbség az ekágráta és a nirodha, illetve az előbb említett viksipta és ekágráta között. Ez válasz volt? A részben igen. Mi az, ami nem? Hát az, hogy azt lehet egyhegyűségnek nevezni, hogy mondjuk jönnek a gondolatok, de ott van mögötte az intuitív megértés, hogy nem jönnek a gondolatok. Nem jönnek a gondolatok. Az, aki meg van világosodva, annak nem jönnek gondolatok. Ha ő nem akarja, nem jönnek. És ha jönnek, és mondjuk nem azonosul vele, akkor az nem megvilágosodás? A megvilágosodásnak, ahogy itt a mester említette, van 7 fokozata. És a fokozatokat, a rendet a különböző befőttes polcokon teszed. Először a durvább polcokon, utána a finomabbakon, amikor
egy nagyon fontos, ezt soha ne feledd el. Ha meglátod megvilágosodott állapotban, hogy a Jóisten bejött a sarkon és megölelt, akkor nem világosodtál meg. Mert nincs nép, nincs forma, nincs világ, egyetlen egy van, határtalan létezés, tudás és üdvösség. Mikor történik ez meg? Most, amikor megütlek, és olyan egyhegyű leszel, mint eddig még soha. Oké? Okay? Tehát ez akkor jön meg, amikor eléred a legmagasabbat, és ezt elérheted fizikai testedben is, ezt úgy hívják, hogy Jivan Mukta, fizikai testében megvilágosodott, és mint Buddha urunk 35 éves korától 80 éves koráig tanított, vagy Swami Sivananda, aki 43 éves korában elérte a legmagasabbat, és onnan még 76 éves koráig megvilágosodott bölcsként élt. Hogy ott az elméje hogy működik, arra csak akkor válaszolok, ha ezt valaki megkérdezi. Köszönjük. Következő kérdés. Ugye mind a zen gyakorlásba és ebbe a hagyományvonalba, ugyanúgy a jógába is nagyon fontos a légzés és a légzéshez kapcsolódó energia, és ugye a chi és a jógában ismeretes pránajáma az ugyanaz, vagy ezek különbözőek? Milyen teát szeretnél inni? Indiait vagy koreait? Koreait. Akkor most mondom, azt átadom a szót. A prána és a chi, akármennyire is fogalmilag másképp lehet értelmezni, gyakorlatilag ugyanaz. Most csinálunk egy nagyon rövid pránajáma, illetve csikung gyakorlatot. Mindenkit megkérek, hogy dörzsölje össze a kezét. Köszönöm szépen. És fogjatok egy láthatatlan lencsét, körülbelül pár centis új és csukló távolsága, itt a szívcsakra előtt, közelebb, lazák az ujjak, és egy picit lefelé nézel, pillantásod elomlik a térben, nem koncentrálsz szemmel egy pontra, de a figyelmeddel a két tenyér között vagy, és lélegzel. Lassítsd le a lélegzetet, orron ki, orron be, fókuszálj az alhasi légzésre, és hogy belélegzel, kicsit széthúzod a tenyereket, és hogy kilélegzel, összenyomod őket kiinduló helyzetig.